Gerber zenekar, hogy Gyömbér Mackó, kap egy frekvenciát. Igen. És megcsinálhatja a saját maga rádiócsatornáját. Nagyon jó. Aminek ügyvezető igazgatói, programigazgatói, nem tudom, műsorszerkesztői, ti vagytok. Hát abszolút inkább ez a populáris alternatív. Uh-huh. Most kamerába kell mondani, vagy ez még tanácskozás? Tanácskozás. Mindenkinek lehetőséget kell adni, a repereknek is. Repereknek is, de csak a tehetséges reperek. Bocsánat, ez nem lesz felvéve, ugye? Ez is jó. Tehát mindenkinek. Az alternatív is a populáris határán, nem a, abszolút nem a mainstream, viszont inkább a dallamos, tehát a kecske metál az annyira nem. Szerintem én szeretnék belőle mindenféleképp multidéző műsorokat, interjúkat régi, leginkább magyar előadókkal, tehát magyar legyen a rádió, próbáljuk meg mondjuk 70%-ban magyar zenével megtölteni, legyen benne sok ez a multidéző, legendákkal beszélgetés, stílusok, Magyarországon hogy voltak ezek a stílusok. Én szívesen belevennék csak a kizárólag a zenére vonatkozó a politikai tartalmat. Na, nem. Na, le vagy szavazva? Le vagyok szavazva? Én mondjuk a szociális rendszer kultúrpolitikájára gondolok. Nem kell sem. Én egy dalírós műsort szeretem. Csinálnék. Igen, ahol... Dalfutár. Igen. Olyasmi. Igazából amikor így lebontják a dalokat, és azt elemzik, nekem az nagyon tetszik, illetve az, hogy ki miért és hogyan írt a dalokat. Úgyhogy én erről csinálnék egy külön műsort. Én pedig csinálnék egy műsort arról, hogy bárki beküldhet zenét, és ez sorrendben lejátsszuk. Igen, ez jó lenne. De azért a censorship egy kicsit van. Jó, hát. Bazi, te milyen műsort? Egyetértek mindennel. Gingerbell. Ugyanez jutott eszembe. Gingerbell Radio. Akkor miért nem? Igen. Hello, Mr. Peter Gabriel. Szeretnék egy interjút veled. Ugye értesz kicsit magyar. Szeretnénk, hogyha eljönnél Magyarországra, és egy nagyszerű koncertet adnál nekünk is. Emellett szeretnénk beszélgetni, hogy is volt ez a progresszív rockzene kialakulása Angliában. Emellett bármiféle társadalmi témáról, politikairól nem, de társadalmi témáról nagyon szívesen beszélgetnénk vele. Ó, tudsz még hívni más előadók, a Stinget? Jó. Rendben. Meg a Rick Rubint is írjam. A Rick Rubint is szeretnék elírni a produceri munkáim miatt. De nem... Richard nem ért. Köszönjük. Yeah. November. Köszönjük. Várunk szeretettel.